Szeretettel köszöntöm Önöket. Nagyon örülök, hogy megtisztelnek minket jelenlétükkel személyesen, élőben, az interneten, külföldről, az óceánon túlról. Tegeződbe szoktuk tartani a képzéseket, remélem, hogy ez nem bántó senki számára. Nálunk itt a PPH-nál mindenki tegezi egymást kortól, nemtől függetlenül, mint egy nagy családban. Most egy tudatosságfejlesztő előadás következik, amely 18 óráig fog tartani. Takács Jácint vagyok, mi vagyunk a PPH egyik 9-es szintű vezető házas párja. Én is szeretettel köszöntelek benneteket. Én is köszönöm vezetőmnek, Szedlacsik Miklósnak, hogy a mai nap házigazdája lehetek. Vas megyéből, az Őrségből, Kondorfáról érkeztem feleségemmel, Anasztáziával. Vállalkozóként dolgozunk már 1990 óta. Korábban üzletkötéssel, majd nagy és kiskereskedelemmel foglalkoztam, jelenleg pedig családi vállalkozásunk van, már csak a PPH tanulói csoportszervezés a fő tevékenységünk. Én 1994 óta vagyok vállalkozó, először könyvelőirodám volt, majd természetgyógyászként dolgoztam, már azonban a PPH tanulói csoportszervezéssel foglalkozom én is. A mai képzésünket a legnagyobb tudású és tapasztalatú mesterkócs és boldogságspecialista, a szervezetünk alapítója és vezetője fogja tartani. Az előadónk egy olyan vezető, akinek tudása, képességei és tapasztalatai olyan páratlan kombinációban léteznek, ami egyedülállóvá teszi a bolygónkon. Ha megnézzük, hogy még miben egyedülálló a mi vezetőnk, arra jutunk, hogy vezetésével 4 területen ért el a szervezetünk piacvezető pozíciót úgy, hogy azokból 2 teljesen ellentétes indítatású tevékenység. A vezetőnk az egyetlen személy a Földön, aki az emberek javára egy kalap alá tudta hozni az anyagot és a szellemiséget. Ő az, aki élet és emberismeret, továbbá a mindennapokban használható tudás terén a legtöbb információ átadására képes ma a bolygónkon. Közvetlen égi forrásból tanítja az embereket. Neki van a legrészletesebb információja a bolygó szinten legkésőbb 2035-re létrejövő elnyomásmentes szeretett korszakról, az aranykorról. Vezetőnk életküldetése, az emberek lelki fejlődése, és olyan szintre emelése, hogy képesek legyenek szeretetben, békében és boldogságban élni azért, hogy bekerülhessenek az aranykorba. Szeretném megkérni szervezetünk alapítóját, vezetőjét, tanítónkat, mesterünket, hogy jöjjön és tartsa meg a mai képzést. Fogadjátok szeretettel és nagy tapssal mesterünket, Szedlacsik Miklós mesterkócs. Nagyon szépen köszönöm. Nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket. Ki az, aki nem elégedett azzal, ami jelenleg a világunkban van? Mi baj van a jelenlegi világgal? Micsoda? Valaki azt mondta, hogy 4 betű, és ezzel kezdődik az egész. Ja, és errel végződik. Jó, tehát nézzük akkor, hogy itt is csinálunk, jó? Beszéljünk arról, hogy először is, hogy miért csináljuk. Tehát valahogy elérték itt az elmúlt 100 év során, hogy megváltozzon a világunk nagy mértékben, és hogy az emberek azok kiszolgálják a fogyasztói társadalmat. És hogy minél többet fogyasszanak. Sőt, ez még annyira nagy baj nem lenne, ha nem azért élnének az emberek,
ugye a fogyasztói társadalomban, hogy fogyasszanak. Hát ugye ez a probléma, hogy a fogyasztói társadalomban gyakorlatilag abban lelik örömüket, ha fogyasztanak. És na itt lesz a nagy gond, hogy az emberek abban lelik örömüket, hogyha fogyasztanak. Mert hogyha az embert hozzászoktatnak egy fogyasztáshoz, akkor abból a fogyasztásból legkevésbé szeretne visszavenni. Ezáltal elérik, hogy a lakosság eladósodjon. Ugye tudjátok, hogy a fogyasztói társadalom az az 1920-as évektől Amerikában kezdődött, onnan indult ki, és onnan kezdett elterjedni a világban. És gyakorlatilag a nyugati világban, illetve már egy-két nem nyugati világban, már elhatalmasodott ez az eszme, hogy minél többet fogyasztasz, annál több lesz az örömöd. Ebből több probléma származik, de most ne nézzük azt, hogy milyen probléma származik a fogyasztásból a bolygónkon, hanem azt nézzük, hogy milyen probléma származik a fogyasztásból az egyénnek. Jó? Tehát az egyénnek. Tehát ugye azt, aki itt tanul, hallott már olyanokról, hogy van az embernek egy szükséglete, van egy igénye. És ugye a fogyasztás az nem a szükségletre van alapítva, és nem alapul a szükségletre, hanem egyszerűen az igényre alapul. Tehát, hogyha minél jobban megnövelik az emberek igényeit, annál több lesz a fogyasztás. Na most, mivel én elég régen foglalkozok emberekkel, ugye 87-ben kezdtem, 91-től van saját szervezésű csapatom, és 93-tól vezetek, tanítok embereket. És ugye azóta, mióta vezetek embereket, megfigyeltem azt, hogy nagyon nehezen vesznek vissza az igényeikből az emberek. Tehát ha egy igény felfejlődött, abból nagyon nehéz visszalépni. Nagyon nehéz feladni az igényeket. Mivel Amerikában növelték meg először a bolygón az igényeket, ezért a lakosság egyfőre esően messze Amerikában van leginkább eladósodva. Mert ugye ahhoz, hogy ezt meg lehessen csinálni, hogy a lakosság eladósodjon, azt kellett tenni, hogy fogták és elkezdték megnövelni az igényeket, de hozzáemelték a jövedelmet is. Értitek? Tehát az emberek akkor tudják az igényeiket kielégíteni, mikor még alacsony igényszinten működtek, hogyha volt elég jövedelmük. Ezért azt csinálták az USA-ban, hogy automatikusan, ahogy növelték az igényt, emelték a fizetést. Ezért lett a legmagasabb fizetés, vagy a világon az egyik legmagasabb fizetés az USA-ban. Oké? Okay? És ezáltal ugye a legmagasabb életszínvonal is. És ezért volt az, hogy az álmok országa. Érted? Tehát ezért volt az, hogy rengetegen kivándoroltak Amerikába, mert úgy gondolták, hogy ott az álmaikat, nyilván pénzügyi álmokról van szó, be tudják teljesíteni. Tehát ott, ahol a világ többi részén még
alacsony szinten megmaradt az igény, az USA-ban már sokkal magasabb igények voltak, mert sokkal magasabb igényeket tudtak az emberek megvásárolni a fizetésükből. Tehát az USA-ban átlagosan sokkal magasabb fizetés volt, mint máshol. És akkor jött a következő lépés, hogy ugye minden társadalomban van egy infláció. Ugye egy pénzromlás. Ha a fizetés emelkedése magasabb, mint a pénzromlás, akkor nincs gond, akkor azt úgy hívják, hogy defláció, oké? Tehát nem infláció, tehát mert ugye többet keresünk, az árak olcsóbbak, az teljesen jó. Jó, szóval az USA-ban azt csinálták, hogy fogták, és ugye mivel van egy természetes infláció, ugye alapvetően az arany a standard, ahhoz kellene mérni igazság szerint az inflációt. Tehát, hogy ahhoz képest ugye, hogy alakul az embernek a pénze. És akkor úgy csinálták, hogy volt egy infláció, és úgy alakították ki az árakat, hogy az árak elkezdjenek nagyobb mértékben emelkedni, mint a fizetések. Tehát ezt szánt szándékkal csinálták. Ha kellett, ehhez létrehoztak valamilyen válságot is. Jó? Tehát, hogy ez megvalósuljon. És utána úgy működött tovább ez a dolog, hogy azért a jövedelemért, amit kerestek akkor az emberek, már nem tudtak annyit vásárolni, mint előtte. Ezért lehetőséget biztosítottak nekik arra, hogy fölvegyenek hitelt. Oké? Okay? És az emberek elkezdtek felvenni hitelt, hogy az igényeiket ki tudják elégíteni, ugyanúgy, mint előtte. Sőt, ugye tovább csinálták azt, hogy még inkább megnövelték az embereknek az igényeit, elkezdtek olyan filmeket gyártani, tehát kezdetben megnézitek, csak olyan filmek voltak, amin nevetni lehetett. Nem voltak más filmek. Jó, tehát ezt régen úgy hívták, hogy burleszk, ami igazából nem a film mondani valójáról szólt, nem művészfilmek voltak, nem lehetett kapni rá Oscar-díjat, érted? Hanem egy dolgot csinált, szórakoztatta az embereket, nevettette. Stan és Pan filmek, Chaplin filmek, stb. Stb. Jó? Tehát itt erről szólt. Majd rájöttek arra, hogy ez így nem jó, hanem olyan filmeket kell adni, ahol benne vannak gazdagok. És elkezdték azt, hogy a gazdagok szerepeljenek a filmekben, hogy milyen jól élnek. Ezzel felkeltették az átlag emberek figyelmét arra, hogy milyen jó lenne gazdagnak lenni. De ahhoz, hogy ez a vágy teljesüljön, el kellett hitetni az emberekkel, hogy ezt meg lehet csinálni. Először is ugye úgy kezdték elhitetni, hogy mondták nekik, hogy ezt meg lehet csinálni. Tanították, hogy ezt meg lehet csinálni. Majd azt csinálták, hogy bizonyos embereket elkezdtek pénzelni. Kiválasztottak embereket a társadalomból,
Most mindegy milyen okból, hogy milyen okból lehetne róla beszélni, elég sokat. Mindegy milyen okból. De nem a gazdag rétegből, hanem a szegény rétegből. Kiválasztottak embereket, kiképezték őket, pénzelték őket, oké? És gyakorlatilag felhasználták őket arra, amire kiképezték. Jó? És gazdaggá tették őket. Világos ez? Ha valakinek volt jó ötlete, akkor egy ötlet megvalósításához mindig komoly pénz kell. Mindig. Kerestek olyan embereket, akik ötletet szereztek, illetve ötletük lett. Elkezdték támogatni az ötletükben, pénzzel természetesen, és háttérrel természetesen. És az ilyen embereket gazdaggá tettek. Nyilván őket is elkezdték felhasználni a saját céljukra. És onnantól kezdve lehetett mondani, hogy lásd, honnan indult, hova lett, mivé lett. Nem hova lett, mivé lett. Mert régen azt lehetett mondani, hogy valaki gazdag családba született, természetes dolog volt, hogy gazdag volt. Ha csak nem volt olyan hülye, hogy elverje a vagyont, mert de ez ritka volt. Ez ritka volt. De nem voltak olyanok, olyan lehetőségek a múlt század elejéig, hogy valaki egy sima átlagrétegből, ami akkor ugye a gazdagokhoz képest azt lehetett mondani, hogy szegény réteg, a saját szintjén pedig az emberek nem voltak szegények, csak a gazdagokhoz mérten voltak szegények. Ez egyébként most is így van. Na szóval, lényeg az, hogy egy kis különbséggel. Tehát lényeg az, hogy a szegényeknek be tudták bizonyítani, hogy a szegényekből lehetnek gazdagok. És a múlt században rengeteg ilyen embert felkaroltak, hogy gazdaggá tegyék, és példát mutassanak a szegény rétegnek, hogy gazdag lehetsz. Ez azt jelentette, hogy megnövelték az embereknek a vágyát, a szegény réteg vágyát arra, hogy lám-lám, ha ő is meg tudta ezt csinálni, akkor te is meg tudod csinálni, tehát én is meg tudom csinálni, hogy gazdaggá váljak. Érted? És az emberek a vágyukból fakadóan elkezdtek mindenféle dolgot csinálni, hogy gazdagok lehessenek. De hát az emberek nagyon nagy része, az nem lett gazdag magától. Érted? A nagyon nagy része, aki végül magától lett gazdag, az nagyon hosszú idő után lett gazdag. Mert nem kapott külső patronálást, támogatást. Oké? De erről a lakosság nem tudott, csak arról, hogy azt propagálták, aki üstökösként tört föl. Oké? De aki üstökösként tört föl, azt mindig patronálták. Mindig támogatták. Kik? A gazdagok. Világos? Na most akkor nézzük tovább. Azáltal, hogy az emberekkel elhitették, az átlag emberekkel, hogy mindenki lehet gazdag ebben a világban, ezáltal nagyon sokan elkezdtek vágyni arra, hogy gazdagok legyenek, és ahhoz, hogy gazdagok lehessenek, hát ugye vágynak rá, hogy gazdagok lehessenek, akkor ugye az két dolog párosul. Az egyik dolog az, hogy megnövekszik az igénye. Érted? Megnövekszik az igénye. Mert ő gazdag akar lenni, hát azt látja, hogy a gazdagoknak mekkora igénye van, hiszen az összes film erről szólt.
vagy majdnem mindegyik. A másik, hogy ugye megnövekedett az igénye, és na mi a másik? Mindjárt eszembe jut. Jó? Tehát, ja igen, hogy ő, igen, megvan, elkezdte kifelé mutatni azt, hogy ő gazdagszik. Közben nem gazdagodott, de ahhoz, hogy gazdagodjon, felvehetett hitelt. Idézőjelbe a gazdagodást, mert akinek több a hitele, mint a vagyona, az szegényebb a templom egerénél. Tehát gondold végig, azért ez egy óriási különbség, hogy úgy támogatnak valakit, hogy abból majd nyerészkednek, természetesen, majd az ő gazdagságából nyerészkednek, de nem kell neki visszafizetnie semmit. Vagy úgy támogatni valakit, hogy egy bank kölcsön ad. Azért az óriási különbség. A többséget nyilván nem támogatták, hanem a többség az hitelből kezdett el idézőjelben gazdagodni, mert aki hitelből gazdagodik, az nem gazdagodik. Sőt, inkább azt mondani, hogy aki hitelből gazdagodik, az szegényedik. Miért? Mert a hitelnek van kamata, és neki többet kell visszafizetnie, mint amennyit felvett. Tehát ő nem tud a hitelből gazdagodni. Világos ez? És ezt szépen elérték az Amerikai Egyesült Államokban, hogy gyakorlatilag az egész lakosság eladósodjon. Úgy, ahogy van. És onnantól kezdve, hogy mit tudom én mondjuk egyetemista. Érted? Diákhitel. Nem mi találtuk ki, magyarok, a diákhitelt. Az USA-ban találták ki a diákhitelt. Világos ez? És már az emberek tanuló időszakban, diákként elkezdenek eladósodni. Jó, és ezt szépen, fokozatosan elérték. Miért? Miért? Mert ha gondold végig, ha csak a fizetésedből akarsz költekezni, akkor addig nyújtózkodsz, ameddig a takaród ér. Oké? Okay? És szabad maradsz. Szabad maradsz. Az azt jelenti, hogy lehet, hogy még azt is meg tudod csinálni szabad emberként, hogy felhalmozol tartalékot. Nehezebb időkre. Gondold végig azoknak, akiknek hitelük van, nem tudnak tartalékot felhalmozni. Vagy nagyon kevesen vannak, akik a hitel mellett tartalékot tudnak felhalmozni. Mert akkor miért vettek föl hitelt, hogyha tudnak tartalékot felhalmozni, nem? Szóval, azt csinálták, hogy elérték az embereknél, hogy egyre többen vegyenek föl hitelt, hogy meglendüljön a gazdaság. Érted? Tehát belendüljön, még nagyobb mértékű legyen a gazdasági növekedés. Jó, és elérték azt, hogy az emberek elveszítsék a szabadságukat. Kiveszíti el a szabadságát azok az emberek, akik azért nem tehetnek meg dolgokat, mert ha én ezt megteszem, akkor jönnek és árvereznek. Érted? Oké, és ez egy békjó. A hitellel és a hitel nem fizetés eseténi fenyegetéssel az emberek elérték azt, hogy egy békjót helyeztek a nyakukba. Érted? Egy békjót a vállukra, a nyakukra. Ami azt jelenti, hogy megbékjózták őket, hogy neki minden áron mindig minél több pénzt kell keresnie,
mert különben nem tudja fizetni a hitelt. Majd tovább azt csinálták, hogy figyeltek arra, hogy mindig legyen infláció, mindig legyen pénzromlás, és lehetőleg a fizetés növekedése az ne nagyon legyen több, ne sokkal legyen több, mint az infláció, vagy akár ne is legyen több, mint az infláció. Ezt azért csinálták ezt, hogy nehogy valaki ebből a csapdából, amiben bele kergették a társadalmat, ki tudjanak lépni emberek. Hiszen a fogyasztói társadalomnak az a lényege, hogy az emberek azok fogyasszanak. Tehát most gondold végig, ugye akik adják a hiteleket, és akik dolgoztatják a legtöbb embert a társadalomban, azok ugyanazok. Ugyanazok. Tehát a multicégeknek a tulajdonosai és a bankok tulajdonosai ugyanazok. Oké? Ez azt jelenti, hogy amit az emberek elköltenek, annak egy része az a pénz, tehát egy része az a pénz, amit kölcsön adtak neki. Oké? Hiszen abból költ. Tehát gondold végig, mekkora hasznuk van, neki dolgozol. Neki teremted a hasznot. Oké? Erre ő kölcsön ad. Oké? Kamatostul ad kölcsönt. Plusz nála vásárlod el. És ez van. Tehát a munkahelyek, nagy része ugye a multitulajdonosok, és ugyanazok a multitulajdonosok, akik a munkahelyeket biztosítják, azoknál vásárolsz, és azoktól veszed föl a hitelt, és megnézed, a vásárláson nekik hasznuk van, ha dolgozol, nekik hasznuk van, azon, hogy nekik dolgozol. Ha hitelt veszed föl tőlük, hasznuk van, hát háromszoros haszonra tesznek szert rajtad. Érted? És ezt csinálják, csak az emberek ezt nem látják át. A fogyasztói társadalom erre épül, hogy minden pénzen nekik, nekik legyen hasznuk, nem neked, nekik legyen hasznuk. És elérjék azt a hitel révén, hogy muszáj legyen neki, neked nála dolgozni. Érted? Eve békjóznak meg. Mert elvetették azt a magot az emberek fejébe, hogy a vállalkozások, azok nem biztonságosak. És ha te vállalkoznál, akkor könnyedén tönkre tudsz menni. Hogy az emberek még véletlenül se akarjanak vállalkozni. De hogy vállalkozzanak, mikor hitelt kell törleszteni? És dolgozni kell, mint a gép, és minden vállalkozás úgy működik, hogy kezdetbe, hát nincs jövedelem. Tehát egy olyan embernek, aki hiteltartozást fizet, vállalkozást nyitni, hát elég merész dolog. Érted? Tehát elérték azt, hogy az embereknek ne legyen más választásuk, mint hogy náluk dolgozol. Érted? Hát ez gyakorlatilag a modernkori rabszolgás. Sítás. Érted? Tehát az emberek látszólag önként dolgoznak náluk. Látszólag. És ha átmegy egy másik multihoz, annak a tulajdonosa is ő. Érted?
Úgyhogy tök mindegy, hogy itt van, vagy ott van. Így is, úgy is. Ugyanaz van. Jó? Tehát nincs választási lehetősége azoknak az embereknek, akik ebbe a körforgásba belekerültek. És ezt igazából, képzeljétek el, a hitellel tudták elérni. Avval tudták elérni. De nem a hitellel érték el, avval érték el közvetlenül. Nem a hitellel érték el, nem, a hitellel érték el közvetett módon. De nem azzal érték el közvetlenül, hanem az igénynöveléssel. Amikor az emberek gazdagok akarnak lenni. Érted? Van olyan könyv, hogy lehet, hogy olvastátok is, hogy gondolkodj és gazdagodj. Oké? Okay? Hát benne van a címében. Könyv. Tehát ugye tanítják a hálózatépítő üzletekben, hogy ugye a gazdag az oda megy, ahova akar, akkor, amikor akar, azzal megy, akivel akar, és addig marad, ameddig akar. Tehát ezért gazdag, mert addig marad, ameddig akar. Ez a negyedik feltétel az, ami igazán igaz a gazdagra, hogy addig tud maradni, ameddig akar. Tehát az emberek meg akarnak gazdagodni. De régen nem akartak meggazdagodni, mert tudták, hogy úgyse lesznek gazdagok. Érted? Most el van vetve mindenkinek a fejébe, hogy nyugodtan tud gazdag lenni. Tehát ha megnézed a gazdagokat, azok brutál gazdagok. Éppen beszélgettem egy benfentessel, abban a kérdésben, hogy milyen gazdag néhány ember. Mert hát szóba került általam az, hogy kint Strasbourgban volt az első parlamenti ülés, és azon az egyik felszólaló elmondta azt, hogy Orbán Viktor nem közvetlenül, hanem a barátja révén, tehát hogy a barátját hogyan gazdagítja. Jó, hát tudjuk, hogy Stroman. Gyakorlatilag ezt nem mondta ki ezt a... Ki, ez nem magyar ember volt, hanem talán egy spanyol, vagy nem is tudom milyen hölgy beszélt erről. És hát tudjuk azt, hogy ugye a Lőrinc, mi a manó? Mészáros, igen. Sose jut eszembe az, hogy Mészáros, mindig a Lőrinc jut eszembe. Tehát ugye a Mészáros Lőrinc, azt tudjátok, hogy benne van a dollármilliárdosok között. A világon. Tehát dollármilliárdos nem sok van a Földön, csak valami 2000 valahány száz. Képzeld el, az nem túl sok. És ő ott van, benne van. Nem olyan pár éve lépte át ezt a határt. De mi is ez a lényeg? Na most, ez a benfentes elmesélte nekem, hogy ugye van a Jettel, ugye tudjátok. De azt nem tudjátok, hogy az egy cseh család tulajdonában áll. Aki, ahol nemrég halt meg a férfi, és most már csak a feleség van, és annak a tulajdonában áll. Egy befektető cég, érted? De ők a tulajdonosok 100%-ban. Egy cseh. Aki, mit tudom én, hány országban, tehát ugye ő vette meg a előtte, mi volt a... Telenor volt, így van, Telenortól. Ő vette meg. Ez a család vette meg. Cseh. Nem tudom hány országban, mondta pontosan, hogy melyik országokban itt Európában, szintén van neki ugyanúgy mobiltelefon hálózat. És megvásárolták.
Ami azt jelenti, hogy mit tudom, hány milliárdél vették meg a Telenort, és lett belőle jettel. Érted? Milliárdokért. De sok milliárdra gondol. És ilyen milliárdokkal rendelkeznek ez a csecég. Ami azt jelenti, hogy hozzá képest a Mészáros Lőrinc, az kisinas. Érted? De szó szerint. És cseh. Cseh ország lakossága körülbelül akkora, mint a miénk. Ugye egyforma körülbelül a két ország lakossága. Most mit a százezrek, az nem érdekes. Jó? Tehát gondold végig, ott is megcsinálták ezt, mert honnan lett valaki egy szocialista országból gazdag, hogy jó helyen volt, jó időben, világos? És a lakosságtól lopta el. Egyértelmű, nem? Mindegy, milyen éven privatizációnak, vagy akárminek hívjuk, akkor is az állami tulajdon, az lakossági tulajdon volt a szocializmusban. Ha az átkerült magántulajdonba, akkor gyakorlatilag attól lopta el. És nem egy külföldi emberről volt szó, aki jött gazdagként, és ezt megcsinálta, hanem egy cseh állampolgár. Csak azért mondom, hogy tiszta és világos legyen, és Csehország van az egyik leggazdagabb ember, az ugyanolyan lélekszámú országban csinálta ezt meg. Akkor gondold végig, mondjuk, ahol kétszer annyian vannak, mint Romániában, akkor ott többtől lehetett lopni. Ahol négyszer annyian vannak, mint Lengyelországban, ott még többtől lehetett lopni, magyarul ott még gazdagabbak vannak. Világos ez? Jó? Ez tök logikus, gondoljátok végig. És itt megbotránkoznak emberek ilyen dolgokon? Hát úgy látszik, ez a természetes. Hát azt gondolt, hogy Romániában nincs mondjuk gazdagabb, mint a Mészáros Lőrinc? Dehogy nincs. Vagy Lengyelországban nincs gazdagabb, mint a Mészáros Lőrinc? Dehogy nincs. Nagyobb ország. Hát miért vannak Amerikában a legtöbb gazdag ember? Hát mert ők az egyik legnépesebbek. És ott kezdődhetett el legelőször a gazdagodás, érted? Hát miért? Azért. Hiába Kínában, ugye, meg Indiában sok a nagy a létszám, de ott később indulhatott a gazdagodás. Jó? Csak azért, hogy tiszta és világos legyen, hogy az ember ne bosszankodjon már olyanon, aminek semmi értelme. Tehát ez van. Elérték az embereknél azt, hogy vágyjanak dolgokra, egyesek jó helyen voltak, jókor. Tuti, hogy az összes olyan gazdag ember, amelyik a múlt században lett gazdag, privatizációból vagy bármi, az mind kommunista volt. Egytől egyik. Oké? Ha te nem lettél gazdag a privatizációból, akkor valószínű, hogy te vagy a szüleid, azok nem voltak kommunisták. Én még kisztag se voltam. Nem úgy, mint mondjuk a Gyurcsány, vagy a Orbán, akik kisz vezetők voltak, érted? Én nem voltam. Én kisztag se. Úttörő voltam utoljára. Kész. Ennyi. A szüleim egy se volt pártag. Világos? Sőt, apám az még pártellenes is volt. Érted? Jó, hát ezt csak otthon hangoztatta. Természetesen, mert abban az időben max otthon lehetett ezt hangoztatni. Szóval egy ilyen világ volt, és mind, aki így gazdagodott, az mind pártag volt. Tehát magyarul mit csináltak a pártagok? A vezető pártagok. Tehát nem a kis volt, nekem az egyik nagybátyám pártag volt, de hát az aztán nem sok vizet zavart, érted? Szóval, hát tolták a rendszer szekerét. Világos? A vezető pártagok.
akik így élenjáró párttagok voltak. Torták a rendszer szekerét. Most, akik akkor párttagok voltak, nagy kommunisták, nagy kapitalizmus ellenesek, mert a kommunizmus pont erről szólt, hogy kapitalizmus ellenesség. Persze nem a kínai kommunizmusról beszélek, ami most Kínában van, mert ugye ott van kapitalizmus. De az összes szocialista országban óriási kapitalizmus ellenesség volt. Úgy szinták a kapitalistákat, mint a bokrot. Érted? Élükön a pártvezetők, meg a pártfunkcionáriusok, ahogy szokták ezt mondani. Érted? Most meg a volt pártfunkcionáriusok, meg azoknak a gyerekei, érted? Azok tolják a kapitalizmus szekerét, érted? Hát mi a manó, ha nem gumigerincesség ez? Mi a manó? Érted? Gumigerinc. Hát hol van a gerincük? Erre mondta a Hofi, hogy a csiga hozzájuk képest gerinc oszlop. Jó, tehát tényleg így van. Gondold végig, a nagy kapitalista ellenes emberek, érted? Vagy a szüleik voltak nagy kapitalista ellenesek. Hát azok most a kapitalizmus szekerét tolják. Sőt, ők a kapitalisták. Miről tanultunk a szocializmusban? Hogy kapitalizmus az a kizsákmányolásról szól. És ez így is van. Jó, ez így is van. Na most. Ezt tanulták, érted? És most ők a legnagyobb kizsákmányolók. De hát, hogy lett valaki gazdag? Elmondtam, hogy finanszírozták. A gazdagságát finanszírozták. Oké? Ugye a Mészáros Lőrinc gazdagsága is finanszírozva lett. Tehát nem tudnak az emberek nulláról gazdagokká válni. Én 37 éve teszem a dolgomat, 87-től, az jól számolom 37 év. Ugye akkor lettem először vállalkozó, és se vagyok gazdag. Engem senki nem támogatott, érted? Nem is akartam volna gazdag lenni. A franc akar járni testőrökkel. Meg a franc akar járni ilyen maramagas, vagy lakni ilyen maramagas kerítés mögött. Meg bekamerázva minden. A fene akar ilyen életet. Na, az sem egy szabad élet. Gondold végig. Tehát az a lényeg, hogy az ember szeresse, amit csinál, vagy nem? Örömét lelje benne, vagy nem? Legyen belőle elég jövedelme, nem? És szabad maradhasson, nem? Nem ez a lényeg? És ehhez olyan dolog kell, amire az embereknek szükségük van. A mai világban mire lesz és van leginkább szükség? Van és lesz a használható tudásra. Hogy megakadályozza az ember saját magában az elhűlést. Oké? Mert hát az elhűlés az mindenkinek a saját döntése. Senkit nem lehet se tanulásra kényszeríteni, se elhűlésre kényszeríteni. Érted? Mindenki magától tanul,
vagy magától hűl el. Mindenkinek ez a saját döntése. Vagy-vagy. Hát csak nézzünk meg bármilyen dolgot, amit nem gondozol, nem ápolsz, nem fejlesztesz, nem gondoskodsz róla, hova jut? A tudásod, ha nem ápolod, nem fejleszted, nem gondoskodsz róla, a tudásodról, hova jut? Amit látsz? A társadalom nagyon nagy része, akik öregednek, elbutulnak. Egyre több butaságot csinálnak. Ugye minél butább egy ember, annál jobban átverhető. Hát miről szól a média időnként? Hogy az időseknél milyen átveréseket csinálnak? Hogy sokkal jobban átverik az idősebbeket, mint a fiatalabbakat. Hát miért? Hát mi különbség? Hát az a különbség, hogy az egyik butább. De nem buta volt ő fiatalon, mert nem verték át. Mert nem tudták átverni. Anyármat se tudták, míg fiatal volt átverni, senki. Idősként úgy átverték, mint szart a palánkon, tudod, hogy szokták mondani. Szóval, hát ide jutnak az emberek, érted? És ez a normális? Ha mi lesz avval a társadalommal, ahol, gondold végig, buta szülők milyen gyereket fognak nevelni? Értelmes gyerekük születik, mert nem tud buta gyerek születni, csak értelmes. Ehhez képest milyen mintát lát az a gyerek? Hát buta szülőknek, hát buta nevelésük lesz, nem? Buta gyereket fognak nevelni. Most mindegy, milyen téren lesz buta. Ez van. És akkor hova jut ez a társadalom? Nem kéne ezt az egész folyamatot megfordítani? Tehát biztos vagy abban, hogy az ideális társadalmi forma az a fogyasztói társadalom. Szerinted ez az ideális társadalmi forma? A fogyasztói társadalom? Tehát az az ideális, hogy mit tudom én, áll 20 ember mondjuk egy villamos megállóba, vagy busz megállóba, és abból 18 a mobiltelefonját nyomkodja. Tehát szerinted ez a normális világ? Vagy az a normális, hogy két olyan ember, aki szereti egymást, érted? Azt látod, hogy mind a kettő a telefonját nyomkodja. És akkor nem tudod, hogy azt, hogy vajon külsővel csetel, vagy egymással csetelnek. Mert nem tudod. Mert nem azt látod, hogy beszélgetnek, érted? Hanem azt látod, hogy mind a kettő a telefonját nyomja. És akkor vajon kivel csetel? Lehet, hogy már beszélni nem tudnak, csak csetelni tudod. Hát ki tudja? Szerinted ez a normális? Nem egy normális társadalmi forma, gondold végig. Az a normális, hogy emberek tömkelegét nézik a különböző híreknek. És tök mindegy, milyen hír, mert az is hír, ami nem hír kategória. Teljesen mindegy, érted? Nézik, akkor mondjuk azt, hogy információkat. És hol van a szűrőjük? Bennük hol van a szűrő? Elolvasnak egy-egy információt, és honnan tudják, hogy abból mi a hazugság, vagy mi az igazság? Honnan tudják?
Ráadásul ugye most egy olyan média van már, oda fejlődött a média, hogy még a jó híreket is manipulálják, érted? Nem hogy a rosszat. A rossz híreket még rosszabbá teszik, a jó híreket kevésbé jóvá teszik. Érted? Tehát minden hírbe belegázolnak, érted? Átalakítják a híreket. És akkor az emberek nézik, és nincs szűrő, és a sok. Tehát minden, ami nem igaz, vagy félig igaz, az tele van hazugsággal. Érted? És az emberek nézik a hazugságokat. És nem tudják belőle kiszűrni, hogy melyik az igaz, és melyik a hazugság. És ezzel tudod, mi a baj? Hogy az ember lelke az az igazságokra nyitott, nem a hazugságokra. Érted? És próbálja valahogy elérni a gazdájánál, hogy legyen nyitott az igazságra. De mivel a gazdája állandóan a hazugságokat nézi, ezért, és azért, mert nem tudja venni a lelkének ilyenfajta üzeneteit, ezért azt csinálja, hogy ha hall egy hazugságot, akkor azt gondolja, hogy az az igazság. Tehát az ember úgy működik, hogyha hazugságokkal tömi tele a fejét, akkor simán elfogadja a hazugságokat. Érted? Simán elfogadja. És simán él úgy, hogy azt gondolja, hogy az az igazság. És ha jön az igazság, mivel az teljesen ellentétes az ő saját hazugságainak, akkor arra gondolja azt, hogy az a hazugság. Érted? Miért? Mert az ellentétes azzal, amiket tanul, olvas. Tanulunk, mikor olvasunk. Érted? Vagy aki valakit meghallgat, és hazugságokat mond, attól is tanulsz, mert meghallgattad. Ha valakivel kommunikálsz, és beszélsz vele, és hazugságokat mond neked, abból is tanulsz. Abból nem tanulsz, amit nem hallasz, vagy nem látsz. Érted? Vagy nem érzékelsz. Abból nem tanulsz. És egy ilyen világban élünk. Hova jut ez a világ? De nem is az a lényeg, hogy ahova jut a világ. Mi lesz veled? Mi lesz a gyerekeddel? Nem kellene fejleszteni a tudásunkat valós tudással? Honnan tudna egy tudásról, hogy valós vagy valótlan? Működik vagy nem? Innen. A valós tudás működik, a hazugságok nem működnek. Tehát gondold végig, mekkora hazugság az, mikor azt mondják az embereknek, hogy vegyél föl hitelt. És milyen jó lesz neked, mert azonnal hozzájutsz az általad vágyott dologhoz. Milyen jó lesz. Ez úgy, ahogy van, hazugság. Érted? Miért? Mert nem így lesz. Valóban örülni fog neki, mikor hozzájut. De amikor a részleteket majd törleszteni kell, és ne adj Isten, nem tudja törleszteni. Na akkor mi lesz? Mert általában ez úgy működik, hogy ha valaki nem tud törleszteni, lehet, hogy egy kisebb összeget tudna törleszteni, csak azt meg nem lehet. Szánt szándékkal. Érted? Gondold végig, ha neked volt adósságod életedben, akkor lehet, hogy
alacsonyabb törlesztéssel tudtad volna fizetni. Ezt most megcsinálják, azt mondják, jó, legyen alacsonyabb a törlesztő részlet. Toljuk ki a futamidőt. Akkor ne. 5 év legyen, legyen 10 év. Magyarul nem 5 év rabság, 10 év rabság. Király! Szóval nem kellene tanulni olyan dolgokról, amit a mindennapokban tudunk használni? Tehát az nem használás, hogy fölvetted a hitelt, és utána rossz érzésed van, volt egy örömöd, hogy már megvan az, amit megvettél, de utána meg hónapokig, éveken keresztül rossz érzésed van, hogy már megint ezt kell fizetnem. Mikor jár ez már le? Gondold végig. Akkor sokkal több rossz érzést idézett elő benned, mint jót. Tehát ez lenne az életben a lényeg, hogy sokkal több jó érzés keletkezzen benned, mint rossz. És a rosszat ne rosszként éld meg, hanem átlásd a rosszat, és kiszűrd belőle a tapasztalatot, érted? Amit majd felhasználsz a később életed során. Tehát nem kellene tanulni, fejlődni. Nem kellene hozzásegíteni az embereket ahhoz, hogy tanuljanak, fejlődjenek. Ha milyen világunk lesz, hogyha egyre ostobább és ostobább az emberiség? És az emberiség az az emberekből áll. Ha valaki azt gondolja, hogy majd valahonnan jön a segítség, és megoldják azt, majd jönnek az UFO-k is, megoldják, vagy az Istennek azt megoldják. Vagy majd a hatalom megoldja. De óriási álomvilágban él az illető. Vagy te megoldod az életedet, és ebben tudunk neked segíteni, oké? Okay? Vagy nem lesz megoldva az életed, és egyre rosszabbra fordul az életed. Ez a választás. De mi azért vagyunk, hogy jobb legyen az életed. És akkor mondhatnád azt, hát miért nem ingyen adjuk? Mit becsültél meg, amit ingyen kaptál az életedben? Szerintem nem tudsz egy dolgot felsorolni, amit ingyen kaptál és megbecsültél. Oké, okay, maradjunk ennyiben. Tehát a tudást, azt igenis meg kell becsülni. De a tudásnak akkor van értéke, ha használod. Márpedig mi olyan tudást nyújtunk, ami használható. Tehát nem bizonyos helyzetekben használható, a mindennapokban használható. És mi azért vagyunk, hogy ebből a lefelé menő spirálból, amibe az emberiség került, aminek a vége az emberiség megszűnése, a legvége az, kihozzuk ebből egy ellenkező irányú spirálba. És ezt úgy hívják, hogy szeretett kor, aranykor. Hogy egy olyan társadalom legyen, nem fogyasztói társadalom, hanem egy szeretett társadalom, érted? Szeretett korszakban, szeretett társadalom, ahol az emberek tudják, hogy hogy kell szeretetben, békében, boldogságban, feltétel nélkül, majd a jövőben együttműködni. Feltétel nélkül. Ez nem most fog megvalósulni, a feltétel nélküli együttműködés. De itt mi már tudunk szeretetben együttműködni. Csak még nem feltétlenül, feltétel nélkül. De nem is az a lényeg, hanem az a lényeg, hogy az ember megtanulja a szeretetben együttműködést. Érted? És ha megtanulja az ember, abból fog kialakulni a feltétel nélküli együttműködés. És ennek a bolygónak és az emberiségnek
Ez a küldetése, hogy megtanulja a feltétel nélküli együttműködést, szeretetben történő feltétel nélküli együttműködést, ahol az ember pontosan tud különbséget tenni a jó és a rossz között. És ide várunk téged szeretettel. Ebbe az egyedülálló, a bolygón egyedülálló közösségbe. Köszönöm szépen a figyelmedet, szeretlek benneteket, sziasztok! Köszönjük szépen Szedlacsik Miklós mesterkócsnak ezt a nagyon-nagyon ébresztő előadást. Ma már elmondhatom, hogy életem legjobb döntése volt, hogy elkezdtem, és hogy azóta is itt tanulok a Nyílt Akadémián. Ennek már 7 éve. Szedlacsik Miklós tanításainak köszönhetem, hogy jobban tudok bánni önmagammal, ezáltal az életterületeim is egyre jobban működnek. Bár korábban feleségemmel több helyen tanultunk, azoknak a tanításoknak az életünkre való hatása eltörpül ahhoz, amit itt a Nyílt Akadémián eddig kaptunk tudást. Megértettem a hangulatszint változások, milyen nagy mértékben befolyásolják az életemet, etikámat, teremtőképességemet, másokhoz való viszonyomat. Mindezektől az életem és az életünk egyre jobbá vált és boldogabb. És nem tudom kifejezni hálámat, tehát annak a mértékét, hogy milyen hálás vagyok Szedlacsik Miklósnak, hogy ennyi tudást átadott nekünk, amitől tehát így meg tudott változni az életünk. Nekem is az életem egyik legjobb döntése volt, hogy beiratkoztam a Nyílt Akadémiára, és hogy azóta is részt veszek Szedlacsik Miklós ember és élet jobbító kócsképzésein. Mint ahogy már Jacinta elmondta, nagyon sok tanfolyamon vettünk részt korábban együtt, de itt találtunk Szedlacsik Miklós személyében olyan tanítóra, akinek az élete területei rendben vannak, aki hiteles abban, amit tanít, aki úgy él, ahogy mondja. Ez nagyon-nagyon fontos számomra. Sajnos kevés manapság az olyan ember, vagy akár tanító, akinél valóban működik így a gondolat szó cselekedet egysége, és aki hiteles példa lehet számunkra. Mesterünk pedig egy ilyen ember, egy ilyen tanító. Akik kitartóan itt tanulnak, mindenki arról számol be, hogy jelentősen jobbá vált az élete. Ezért én azt javaslom, hogyha most nézel minket, és még nem vagy tanuló itt nálunk, hogy minél előbb iratkozz be, és kezd el a tanulást, mert nem fogod megbánni, sőt. Én is azt javaslom neked, hogy ha szeretnél jobban boldogulni az életben, szeretnél egy jobb világban élni, egy új korszak létrehozásában részt venni, hallgass meg mesterünk néhány előadását, és ha egyet tudsz érteni az elhangzottakkal, akkor ne gondolkodj. Itt a helyed közöttünk, keress a közösségi oldalunkon egy szimpatikus PPH-st, és csatlakozz hozzánk, mi szeretettel várunk. Itt nálunk egy hónapban 30 óra képzésünk van, amelyek szerdánként 18 órától, vasárnap 16:30-tól kezdődnek. Az első havi tandíj most akciósan mindössze 19.700 forint, a következő hónaptól szintén akciósan 12.500 forint. És ezért az árért most ingyen kapsz egy saját jövedelemszerző tevékenységet is. Ha megteheted, próbáld ki 3 hónapra a tudást, 3 hónap most csak 44.700 forint. Ha úgy látod, hogy érdekel az ajánlatunk, örülnénk, hogyha részvételeddel megtisztelnél minket, és várunk szeretettel. Az előadás alatt felmerült bennem néhány gondolat, és arra gondoltam, ugye vannak, akik halogatnak. Tehát nem jönnek azért, mert azt mondják, hogy nincs idejük, vagy azt mondják, hogy nincs rá pénzük, vagy ez még nem olyan fontos neki.
Ugye tanultuk, hogy 4 területen kaphatunk problémát, ugye kaphatunk betegséget, balesetet, családi problémát és anyagi problémát. Elgondolkodtál már azon, hogyha akármilyen területen problémát kapsz, mondjuk ha betegséged van, ismerjük a mai egészségügyet, mennyi pénzbe kerül egy kezelés, hogyha egyáltalán eljutsz az állami szférába? Ha nem jutsz el, akkor maszek alapon ez mennyibe kerül, és mennyi időd, tehát hogyha nincs időd rá, akkor ez mennyi időt fog majd elvenni tőled? Hogyha megvizsgáljuk, hogyha egy balesetet kap valaki, ott ugyanezekből a szempontokból mindezt megvizsgálhatjuk. Hogyha akár családi problémád van, ott is biztos, hogy mindenki volt már ügyvédnél, és tudja, hogy mennyibe kerül egy óra, akár csak jogi tanácsadás, és tehát mire végigviszik ezeket a dolgokat, az rengeteg pénzbe, rengeteg idegességbe kerül, és akkor fontos az, hogy akkor megvizsgálják az emberek azt, hogy mennyibe kerül, vagy volt rá ideje, mert ez egy nagyon hosszú tortúra, és rengeteg pénzbe kerül. Tehát, hogyha ilyen szempontokból végigvizsgáljuk ezeket a dolgokat, akkor ez az összeg, ez nagyon-nagyon bagatell, és itt olyan tudást kapsz, amiben nem csak egy-egy életterületedet tudod rendbe lakni, hanem az egész életedet, és ezt mi itt megtapasztaltuk. Előtte nekünk is voltak problémáink, tudom azt, hogy rengeteg pénzbe került, a tudatlanságnak óriási ára van, és hogyha nem szeretnél így járni, akkor gondolkodj el ezen, és felteszem a kérdést, hogy érdemes-e halogatni. Tehát gyertek tanulni, az a kifizetődő, és az a jobb megoldás mindenféle szempontból. Tehát sokkal többe kerül az, hogyha halogatás árán tudatlanok maradtok, mint hogyha tudást szereztek itt nálunk a Nyílt Akadémián. A heti web előadások szerdán 18 órakor, vasárnap pedig délután 16:30 kezdődnek. Most a szemináriumot követően 20 óráig PPH klubot tart mesterünk, Szedlacsik Miklós, ahol lehet tőle kérdezni. Ha a képzések előadások alatt születtek felismeréseitek, ezeket megoszthatjátok Szedlacsik Miklóssal és Mariannal. Erre van a felismerési nyomtatvány Szedlacsik Mariannál. Megkérlek benneteket, hogy a felismerés lapokat és a kitűzőket a teremből kifelé menet adjátok le Mariannál. Tőle kaphatjátok meg a kihajtó parkolójegyeket is. Ezzel a mai szemináriumunk végéhez értünk, sajnos. Hogy éreztétek magatokat ma? Ennek nagyon örülünk. Mi is csodálatosan éreztük magunkat. Még egyszer hálásan köszönjük Szedlacsik családnak, hogy megszervezték, hogy ma itt együtt lehettünk. Külön köszönjük a vezetőnknek, Szedlacsik Miklósnak, hogy a mai nap házigazdái lehettünk. Nagyon szépen köszönjük mindenkinek, hogy velünk töltötte ezt a csodálatos napot, és köszönjük azt a sok biztatást, elismerést, amit itt a szünetekbe kaptunk tőletek, azt a sok szeretetet, amit érzünk, hogy áramlik felénk, és vigyétek haza magatokkal ezt az emelkedett, szeretetteljes hangulatot, és tartsátok meg minél tovább. Szeretettel várunk benneteket, ahová hívjátok minél több csoporttársatokat, hogy töltsük meg ezt a nagy termet is, és hogy ők is részesei lehessenek ennek a csodálatos rendezvénynek. Mielőtt elmennétek, majd kérem, hogy alakítsunk ki egy kört, ahol úgy fogjuk meg egymás kezét, hogy a bal tenyerünk felfelé, a jobb tenyerünk pedig lefelé nézzen, tehát a bal kezünkkel ugye kapjuk az energiát, a jobbal pedig adjuk tovább, és a zenék elhangzása után majd ne tapsoljatok.
Mindenkinek jó utat kívánunk hazafelé, sok sikert a további szervezéshez, jó beszélgetéseket, és minden jót kívánunk nektek. Szeretünk benneteket. Sziasztok!